2016. május 31-én délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazdaélet. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Julimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából. Szörp és lekvár készítéssel foglalkozik a fenyédi Koszta Ignác. Mivel egyre többen foglalkoznak ezzel, új piacokra van szükség. Ez a vidék, ez nem tudja fölvásárolni az egészet. Tehát az lenne jó, hogy kivinni az országba. Valahol piacot szerezni neki. Nálunk is egyre elterjedtebb a grillás. Rimóci Lászlóval, a Magyar Grillás Szövetség elnökével beszélgetünk. A grillás az igazából nem más, mint egy tartósító eljárás. Az olaj és mókat cukorral tartósítjuk, kandírozzuk. Majd a május végén, június elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az Ürmösi Galamb Vilmos fiatal gazdálkodó itthon képzeli el a jövőt. Nála jártunk a Gazdaélet mikrofonjával. Voltam én elméve külföldre egy párszor, de itthon úgyis jobb. Nagyon sokan kedvelik, de kevesen ismerik az orchideák igényeit. Kovács Marian, szigetszentmiklósi forgalmazó enged betekinteni az orchideák világába. Nem öntözzük az orchideát, itatjuk az orchideát, beleállítjuk egy edénykébe vízbe, megszívja magát egy 20-30 perc bőven elég, és hetente ezt a folyamatot egyszer elég megismételni. Sikertörténetünkben ma a Lövétei Márton Józsefet és vállalkozását ismerhetik meg. Gyakorlatilag a kis virágok az évelőktől, törpecserjéket, talajtakarókat, mindenféle bokrokat, nagyobb lombos fákat szaporítunk. 3/4 után nyereményjátékunk sorsolását ejtjük meg, majd elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Koszta Ignác vagyok, Fenyédről. Mióta foglalkoznak szörpkészítéssel, lekvárkészítéssel? Közel 10 éve. Kertészkedéssel foglalkozunk már, egy zöldségtermesztéssel, és mind néztem, hogy fekete ribizlit főleg nagyon keresik. És gondolkoztam, hogy mégsem mindegy, hogy úgy adom el a gyümölcsöt, vagy pedig földolgozva. És akkor aztán addig gondolkoztuk, hogy nekiálltunk először csak fekete ribizlinek, utána aztán már szaporítottuk, tehát áfonyától elkezdve málna, szeder, bodza, fenyő, megy, rebarbarát is például, és így egyik a másik után. Na, másik éve még ezt is, úgyhogy a skálát úgy elég jól fölnyomtuk, hogy 12 szortiment lekvár meg szörpe. És azon kívül így kapor, eltéve, ecetbe, tárkony, reszeltorma, zakuszka, tehát próbálkozunk mindennek.
Az alapanyagot azt megtermesztik? Vagy ekkora mennyiségnél már kell vásárolni is? 90%-ban saját termés. Az áfonya, amit ugye azt vadon kell szedni, a gyűjteni kell, vagy a som, a csipkebogy, ezek, a többi a málna, vagy fekete ribizni, ezek a többi gyümölcsök, ezek megteremnek nekünk. Milyen módszerrel készülnek ezek a termékek? Teljesen hagyományos, tehát semmi gép. Kézzel van kicsavarva az egész hidegen az összes szörp, úgyhogy nem így tudom, milyen szűrő berendezésekkel centrifugálja, hanem az a régi eredeti, úgy jó két kemény kéz kell hozzá. Akkor nem csak a család, hanem az egész rokonság besegít? Csak a család. Négyen vagyunk, a fiam a párjával, én a feleségemmel, tehát nagyjából négyen készítsük. Akkor bizonyára nem unatkoznak, mert hogy ennyi mindent készítsenek, itt látástól Mikulásig kell dolgozni. Általában, amikor megkezdődik így a szezon, főleg a fekete ribizdénél az úgy van, hogy nappal szedjük, este mossuk, készítsük, aznap, amikor fők sose fekszünk le. Mert ha nem szed idejében, hull le, vagy romlik el, ha le van szedve, akkor gyorsan dolgozni kell. Mi is szedjük le segítség nélkül. Például az idő bátyám besegített a feleségével szedésben, a többi az a családi. Az értékesítést azt hogy oldják meg? Kiállításokon, vásárokon, vagy már otthonról is elviszik? Kialakult egy ilyen törzsvásárlói kör? Van olyan, aki kijön hozzánk, vagy külföldiek vannak, tudják, hol lakunk, megállnak, vagy megrendelik, vagy vitetik, kérik. A piacon, Székelyudvarhelyen bérelt asztalunkon. Szinte minden nap, amikor ráérünk, vagy nagy munka nincsen, és így a vásárokon, kiállításon, Csíkszereda, Udvarhely, inkább így. Nagy a kereslet most az ilyen kézműves termékek iránt, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor indultak? Inkább nyitunk-e fele? A kereslet régebb is megvolt, sőt, még jobban el lehetett adni. Most hova tovább, nagyobb a felhozatal. Nagyon sok vállalkozat, akinek módjába állt befektetni, ilyen ültetvényekbe fektetett. 10-ár, 20-ár, 50-ár, olyan is van, hogy 1 hektár, és a piac úgy szép lassan föltelik. Tehát ez mind jó, mind szép, csak jó lenne kivinni innen. Ez a vidék, ez nem tudja fölvásárolni az egészet. Tehát az lenne jó, hogy kivinni az országba. Valahol piacot szerezni neki. Már próbál kiépíteni ezt a piacot? Vagy összefogás kéne többen, akik ezzel foglalkoznak? Mi egy bizonyos mennyiséget csinálunk, tehát bemértük magunkat, hogy mennyi a kereslet, és annál többet nem igazán csinálunk, mert kivinni már nekünk csak úgy, mint egy személy, sokba kerülünk. Tehát utazás, kiszállás, kint szálloda, tehát minden eleve nagy kiadás lenne. A közösségben pedig nem igazán, tehát én mindig azt tudom, hogy amikor közös munkáról van szó, aki ott van, vagy pénze nincsen, vagy ideje nincsen, vagy nem ér rá, tehát valaki többet húz, mint a másik, csak előbb-utóbb ebből ilyen válás lesz. Azért jó a családban, hogy így bárki, aki marad, nincs ebből gond, probléma, vagy mi egymás között megoldjuk. Az elmúlt 3,5 percben a Fenyédi Koszta Ignác szörp és lekvár készítőt hallották, a folytatásban Kós Éva énekel. Magadra nem marad gombáz, gyere ide primás, veled a szívem bújatva még etemetet, vedd rá a furra hamarat, reggelig rakjak szépen, helyére az eszem gombáz, gyere ide primás, veled a szívem bújatva még etemetet, vedd rá a furra hamarat, reggelig rakjak szépen, helyére az eszem. Remóczi László, a Magyar Rilás Szövetség elnöke.
Már ismerik a grillást itt Erdélyben? Az önstandja körül sok a csodálkozó, és tapogatják, és nézegetik a termékeket. Már ismerik-e, vagy csak fogdossák? Fogdossák is, de valóban vásárolják. Hát igen, az első években be kellett vezetni, meg kellett ismertetni, meg kellett kóstoltatni, és miután vásároltak, úgy következő években mindig keresik újra-újra, és épp ezért is szélesítjük mindig a palettánkat. Mi az, hogy grillás? Csak azok kedvéért mondjuk el, akik esetleg még nem hallottak róla. A grillás az igazából nem más, mint egy tartósító eljárás. Az olaj és mókat cukorral tartósítjuk, kandírozzuk. Igazából meg kell olvasztani a fehér cukrot, vagy barna cukrot is lehetséges, vagy esetleg diabetikus cukorral is dolgozhatunk, ugye? És ebben különböző olajos magokat, az legelterjedtebb a szezámmag vagy a dió, de ezen kívül mákkal, magyaró, kókusszal és különböző aszalt gyümölcsök, vagy különböző csokoládé felhasználásával készítjük, de ez már más technológiát igényel, de most hoztunk legújabban ilyen csokoládé és grillás drazsékat, mint régen voltak a nebuló cukorkák, gondolom itt Erdélyben is azért egész jól ismerik ezeket a termékeket, mert hát fogyasztják és vásárolják is. Régebben nem ilyen dekorációnak készültek ezek a grillás virágok, de most, mintha ilyen különálló termékként is lehetne vásárolni. Valóban a grillás az a Mátyás király esküvő asztalán jelent meg először Magyarországon, az volt a neve, hogy török papíros, grilliásnak mondták, és ezt különböző technológiák felhasználásával én ezt ilyen csemegének is megcsináltam, de valóban a Mátyás király esküvő asztalán jelent meg először hetedik fogásként. Beatrice hercegnő Nápolyból hozott a szakácsokat, és ők készítették ezt el, és ezért a hagyomány az esküvő asztaloknak a méltó dísze, és Magyarországon ezt a vőlegény tortának mondják, a grillás tortát, és nekünk a fő profilunk így, hogy szobrászkodunk ebben a grillás anyaggal, mert minden országban van, és itt Erdélyben is, és minden országban van grillás. Decemberben Milánóban voltunk, és ott krokantnak mondják, vagy a németek is így hívják, a franciák nugatinak, de mi magyarok vagyunk, akik egyedül szobrászkodunk, van hagyománya ennek a grillásnak, és ahány darabba töri össze a fiatal pár grillás tortát, annyi boldog évig marad együtt. Épp ezért mindegy grillás torta mellé mi névre szóló gravírozott sodrófát célszer számot adunk, hiszen ez marad meg az esküvő asztalok díszéből. Jó, hogy szétverik ezt a kompozíciót, de bizonyára, amíg szétverésre kerül, oda kell szállítani, azt kell tárolni. Mennyire masszív egy ilyen alkotás? Nagyon stabil, nagyon jól szállítható. Én nekem úgy kell megalkotnom ezt a díszmunkát, ha már megrendelik és tényleg gyönyörködni szeretnének benne, hogy egy stabilan jó szállítható legyen. Mindig egy műanyag tálcára csipkepapírt leragasztok a habból, glazúrhabból díszítünk, ezzel ragasztjuk el a csipkepapírt, és erre építem rá a grillás tortát. Miután a grillást elkészítek és kidíszítettük, nagyon fontos, hogy a hidroszkópiára, a páratartalomra, a grillás a hideget, a meleget jól bírja, a páratartalommal, úgy, mint a dobostortának a teteje, ilyen ragacsos lesz a cukron, ha a hűtőbe tesszük. Épp ezért le kell folpakkozni, és így szállítani. És stabilan jól lehet szállítani, és a hagyomány szerint, hogy ahány sok kis darabba töri össze a fiatal pár, vagy az ünnepelt is, annyi boldog évig marad együtt, és épp ezért a nász népet is, hogy ebből a boldogságban részesüljön, szét kell kínálni. És azért még vőlegény torta, ezt el meg kell említsem, mert ha egy esküvőn van mennyasszony torta, kell, hogy legyen vőlegény torta is. A vőlegényekre senki nem gondol, mennyasszonyok azt gondolják, hogy rójuk szól az esküvő, és valóban, de azért a vőlegényekre is gondolni kell. És most a 21. században is ez igaz, mert elég sok a válás az esküvő után. Hiába törik 1000 darabra, mert nem biztos, hogy 1000 év múlva válnak el. Hát erről nem biztos, hogy a grillás tehet, de rendszeresen ezt mindig megrendelik. Ez egy esküvői asztalon, ez mindig egy sóelem. Nemünk az esküvő, az csak egy 50%. A többi az mind születés, névnap, házasság, évforduló, minden más jeles alkalom, amire az ünnepeltnek a munkájához vagy a hobbiához kapcsolódóan bármit megformálunk. Melyik volt a legnagyobb alkotása? Már úgy értem, hogy méretre. Mekkora az a maximum, amit még grillásból el lehet készíteni? Hát az 2 évvel ezelőtt volt, egy 350 kilós grillás autót készítettem, egy autószék szponzorálta, akkor hozott ki Magyarországon, és a Pesti Csokoládé Fesztiválon mutatott be egy nagy elektromos autót, és ezt az egy-az-egy méretben meg kellett építeni, 350 kiló grillásból készítettem, 4,5 méter hosszú volt. Egy gyereknap alkalmában volt egy csokoládé fesztivál, és nincs az ingyen édesség, ami ne fogyna el igazából, úgyhogy pikpak gyorsan szétszették a grillás autót, amit megépítettem. Rimóci Lászlót, a Magyar Grillás Szövetség elnökét kérdeztük. Nem csak szeretni, de ismerni is kell az orchideákat, ha gyönyörű példányokat szeretnénk nevelni. Egyre nagyobb az igény a dísznövényekre, a kertépítésre. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
betyárva születtem. Zöld erdőben a fák közt nevelkedtem, zöld erdőben csipke bokor a szállásom, mégis a faluban a legszebb lánya párom. Aranyos kis bözikém, amíg hozzád jártam, ablakid alatt de sok legényt láttam, szagolták a muskát, mi virágot, én meg a szobában csókoltam a szádot. Szépen úszik a vadkacsa vízben, szépen legel a lovam a réten, szépen szól a csengő a nyakába, tied leszek én babám nem sokára. Szépen szól a csengő a nyakába, tied leszek én babám nem sokára. Zsombori Róbert énekelt. A következő percekben néhány május végén, június elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. A kiültetett paprikán figyeljük a levéltetvek berepülő példányainak megjelenését. Amint az első megtelepedő egyedeit látjuk, vírusterjesztésük megelőzésére permetezzünk ellenük. A paprikán számos levéltetű faj fordulhat elő, de vírusterjesztés szempontjából a zöld, őszi barasz levéltetű a legfontosabb, erre különösen érdemes odafigyelni. A védekezésre ilyenkor a pimetrozin hatóanyagú, felszívódó hatású, a levéltetvek központi idegrendszerére ható, egyúttal környezetkímélő készítményt érdemes választanunk. A paradicsomnál is a levéltetvek berepülő példányainak megjelenését kell figyelni. Amint az első egyedeiket észleljük, vírusterjesztésük megelőzésére pimetrozin vagy pirimikarp hatóanyagú szerrel permetezzünk ellenük. Ilyenkor a riasztó hatással is rendelkező, hosszú hatástartalmú pimetrozin készítményt részesítsük előnyben. Ugyanígy figyeljük a burgonyabogarak megjelenését, s ha egyedszámuk indokolja, védekezzünk már a táplálkozásuk megkezdése idején. A bogarak ellen a benszúltabb vagy a kartabb hatóanyagú készítmények közül válasszunk. Kisebb területen a betelepülő burgonyabogarak összegyűjtésével is megelőzhetjük a kártételt. A hosszabb tenyészidejű káposztafélék magvetésekor is érdemes a baktériumos fekete erősség fertőzését megelőzni. A talajból, a fertőzött növénymaradványokról és a vetőmagról kiinduló fertőzést a vetőmag csávázásával érdemes megelőzni. Ezeket a késői magvetéseket a számukra kedvezőtlen környezeti viszonyok alakulása miatt már ritkábban fertőzik a palántadőlés korokozói. Ennek ellenére azonban a kertekben, amelyekben rendszeresen nevelünk palántát, érdemes a magtakaró földet TMTD hatóanyagú szerrel fertőtlenítenünk. Kísérjük figyelemmel kertünkben a napközben rajzó, feltűnő fehér káposzta lepkéket. Megjelenésük esetén fel kell készülnünk a tojásokból kelő fiatal hernyók elleni védekezésre. Nagyobb felületű káposztásban érdemes a bagoly lepkék előrejelzésére alkalmas feromon csapdákat kihelyeznünk. A fiatal karfiol rózsák napsugárzás okozta károsodása megelőzhető, ha megtörjük a rózsa alatt levő 2-3 levelet, és ráborítjuk a virágzatra. Ismét permetezzük rózsabokrainkat a lisztharmat, a rozsda, a diplokarponos levélfoltosság és a levéltetvek ellen. A kombinált védekezésre lisztharmat és a levéltető elleni készítményt cineb, mankoceb vagy kaptán hatóanyagú gombaölőszert használjunk. Ha a fésűs csápú rózsadarázs, a fehéröves levéldarázs, a sárga és füstösszárnyú varródarázs álhernyóinak károsítását észleljük, fenitrotion hatóanyagú rovarölőszert használjunk. A permetezés egyúttal a rózsakabóca ellen is hatásos. Virágzó gyöngyvessző, bodza és galagónya bokrainkról érdemes a virágrészekkel táplálkozó aranyos virágbogarakat összeszedni.
Ezzel nem csak ezeken a növényeken okozott további károsításukat előzzük meg, hanem a később virágzó pünkösdi rózsa és a rózsa virágait is kíméljük kártételüktől. Érdemes a gladiolust alaposan szemrevételeznünk, ha a hagymagumok egyáltalán nem, vagy csak gyengén hajtottak ki, illetve leveleik a csúcsuktól kiindulva sárgulnak, hervadva pusztulnak, a fuzáriumos rothadás, ha a belső leveleiken barna, kiemelkedő foltok és fekete csíkok láthatók, a baktériumos rothadás fertőzése miatt szükséges a károsodott növényeket megsemmisítenünk. Helyükre gumós vagy hagymás növényt lehetőleg 3-4 évig ne ültessünk. Egynyári virágainkon és az iriszfajokon figyeljük a kékeszöld színű, apró termetű földi bolhák megjelenését. Ha tömeges kártételüket, a levelek pusztítását észleljük, videkezzünk ellenük foszalon hatóanyagú készítménnyel. Keresztes virágú dísznövényeinken figyeljük a káposztapoloskák megjelenését. Amikor a vörös vagy sárgás-vörös színű, fekete rajzolatú lárvákat vagy a kifejlett egyedeket észleljük, érdemes ellenük fenitrotion hatóanyagú növényvédőszerrel permetezni. A levéltetvek tömeges telepképződése idején a még nem virágzó, illetve a már elvirágzott díszcserjéinket pirimikarp hatóanyagú készítménnyel védjük kártételük ellen. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdaasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Szesszel is illatosíthatjuk a tésztákat, ha néhány nappal előbb egy rúd vaníliát tettünk bele. A vaníliás szeszt tartsuk légmentesen elzárva. A gyümölcsös lepények szebben sülnek, ha az aljukat a sütés előtt egy villával megszurkáljuk. Mielőtt a megsült tésztát kivennénk a sütőformából, tegyük egy percre a formát hideg vízbe vagy gőz fölé, vagy burkoljuk be nedves ruhába, hogy a tészta szépen, egészben kijöjjön a formából. Ha a kalács odaragadt a forma oldalához, tartsuk 15-20 percig nedves ruhában. Ha meleg kalácsot vágunk fel, mártsuk a kést előbb forró vízbe, hogy a tészta ne ragadjon hozzá. Már ezután úgy élem világon, kis kalapom a jobb szememre vágom, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Ma ezután két szeretőt tartok, az egyiktől a másikhoz járok. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal. Rá, rászállott a fecske madár a vas útra. Jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőm fog a gyönge szíve fájni. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőm fog a gyönge szíve fájni. Csak az esik nékem olyan keservesen. Sosem látott volna, mintha a szeretője soha nem is vettem volna. Olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha nem is vettem volna. Alma a fa alatt, nyári piros alma, engemet gyaláz, ó, szeretőm édes anyja. Engemed gyaláz, engem tesz a vesz a szóba. Szeretem a lányát, nem tehetek róla.
engemed gyaláz, engem tesz a szóba, szeretem a lányát, nem tehetek róla. Ez a kis barna lány, ha belmegy a boltban, megkérdi, hogy van-e bőlegényba kréta. A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, kár a szeretője el akarja venni. A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, Kalan Vilmos vagyok, ürmösi lakos, mezőgazdasággal foglalkozok. Van külön gazdaságod, Vilmos, vagy apujékkal közösen gazdálkodsz? Most még egyelőre apummal gazdálkodok közösen, de majd idővel átveszem én, és akkor folytatom én tovább. Mekkora területen gazdálkodtok? Legélővel együtt 50 hektáron, legélőn kívül 30 hektáron. Mi terem ezen a nagy területen? A területén lucérna szénaféleik, búzák, törőbúzák, szálos növények. Megéri ezzel foglalkozni? Megéri be. Jobb, mint hogy elmenjek valahova munkába, navétázni, ez az itt-on-itt jobban megéri így. Gondolom, hogy minden mezőgazdasági gép megvan már a családnál. Ezen a nagy területen nem lehet csak kaszálgatni, meg kapálgatni. Megvan, hál' Istennek, minden mezőgazdasági gép, ugye, muszáj boldoguljunk, meg kell legyen minden. Saját erőből szereztétek be, vagy pályázat útján? Kihasználtátok-e a lehetőséget? Nem tudtunk semmilyen lehetőséget kihasználni, minden saját erőből szereztünk be. Ki vezeti a traktort? Te vagy apu is? Traktort én is, apum is, mind a ketten. Három traktor is van, és akkor tudunk menni mind a ketten egyszerre is. Kell a falubelieknek is szántani, vetni? Vagy mindenki megoldja, mert mindenkinek van mezőgazdasági gépe? Több traktor van a faluba is, de vannak, akik megszerettek minket, ahogy dolgozzuk a földet, és jó pár embernek be is segítsük a földművelést. Miért választottad a mezőgazdaságot? Mert sok fiatal azt mondja, hogy ne lásson földet se, állatot se, inkább választják a külföldöt. Te miért maradtál itt? Miért gazdálkodsz? Azért, mert én itt a magam ura vagyok, nekem nem parancsol senki, én csinálom, amit én jónak látom. Gondolom, hogy a föld mellett állat is van, mert a gabonát azt valamivel fel kellett etni. Igen, van itt pár tehén, és disznók is vannak. A tejet azt feldolgozónak adjátok, vagy fel is dolgozzátok? A tejet azt feldolgozónak adjuk. És mi lesz a disznókkal? A disznókat, azokat itt a faluban, akinek nincsen, azokat eladjuk nekik. De most nagyon alacsony a disznó élősúlyban. Ki jön a számítás? Ez van, most már nincs mit csináljunk, de muszáj odaadjuk. Lehet, hogy nem jön ki, de oda kell adjuk, mert nem tudjuk tovább tartani. Bővítésben gondolkodtok-e? Földet venni, vagy több állatot tartani? Vagy ez éppen a családnak a lehetőségeit, az erejét találja? Még gondoltunk bővíteni, csak egy kicsit nehéz a pályázatok nélkül saját erővel. Amikor olyan munkát kell végezni a mezőn, a fiatal barátokra, kollégákra számíthatsz-e? Vagy nem gazdálkodnak, tehát itthon sincsenek? Hétvégén itthon vannak, hogyha úgy van, akkor úgy csinálom a szénatakarmányt is, hogy hétvégére, és akkor jönnek haza a barátok, és besegítnek ők is, hogyha éppen annyira fontos. Akkor itt még működik a segítségnyújtás, ez a kalálkázás. Ez a kalálkázás működik, de már nem annyira, mint ezelőtt, ahogy volt, mert a mezőgazdasági gépek kivették őket már forgalomból. Nem igen, dolgoznak ők. Sosem vágytál el ürmösről? Voltam én elméve külföldre egy párszor, de itthon úgyis jobb. Galamb Vilmos fiatal ürmösi gazdálkodót kérdeztük. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Vörös Sári énekel. Kacsa máj, kacsa máj, liba máj, de jó volna belőle egy darab már. Liba máj, kacsa máj, kacsa máj, liba máj, de jó volna belőle egy darab már. Mert leszem igazi baját a szagáért, elveszik a csúnya jánt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, de jó volna belőle egy darab.
kacsa máj, liba máj, de jó volna belőle egy darab már. Újvárosban mi történt, csuholja ha, lány kérte meg a legény, csuholja ha, de a legény azt mondta, hogy nem megférhez soha, csuholja ha, de a legény azt mondta, hogy nem megférhez soha, csuholja ha, mert nincs néki Dunája, csuholja ha, sem három nép már mája, csuholja ha, mert a tollát a roca még a hátán hordozza, csuholja ha, mert a tollát a roca még a hátán hordozza, csuholja ha. Nincs néki Dunája, csuholja ha, sem három nép már mája, csuholja ha, mert a tollát a ruca még a hátán hordozza, csuholja ha, mert a tollát a ruca még a hátán hordozza, csuholja ha. Kovács Marian vagyok, Pest mellől Sziget-Szent Miklósról érkeztünk. Tulajdonképpen mi ott kint csak és kizárólag orchideával foglalkozunk, nagykerként működünk Pesten és Sziget-Szent Miklós környékén. Kémeim jelentették, hogy minden újdonság önöknél megtalálható. Ez így igaz. Többnyire Magyarországon is mi vagyunk az egyetlenek, aki a legkülönlegesebb fajokat is be tudjuk szerezni, illetve be is szerezzük. És bármi meg is él? Itt nálunk, vagy Magyarországon? Mivel ezek Hollandiából érkeznek többnyire ezek a növények, a klíma már hasonlít a mi klímánkhoz, így azt kell mondjam, hogy igen, és egyre jobban megélnek ezek a növények. Azt szoktam mondani, hogy ugye az orchidea családon belül is több fajt különböztetünk meg, ezen belül többféle igényűek is vannak. A legáltalánosabb ugye a lepke orchidea, ami legjobban el van terjedve ugye mindenhol. Azt szoktam mondani, hogy nem öntözzük az orchideát, itatjuk az orchideát, beleállítjuk egy edényként be vízbe, megszívja magát egy 20-30 perc bőven elég, és hetente ezt a folyamatot egyszer elég megismételni, és ha itatjuk, akkor etessük is meg, tehát a tápoldat az nagyon fontos. Milyen időközönként kell tápoldatozni? Több tápfajta létezik, általában azt a fajtát használjuk mi, amit két hetente egyszer használunk, vagy a vízbe, vagy spriceléses formában, töményváltozatban. Van táprud, ezt a lustaházi asszonyoknak szoktam javasolni, egy táprud a cserépbe, és egy hónapig nincs rá gondja. Mi van akkor, amikor szabadságolni megyünk, és mondjuk 2-3 hétig magukra maradnak ezek a virágok? Hogyan éljék túl? Milyen praktikát tudunk elmondani? Hát, ha nincsenek ősök otthon, akik ugye átmennek és gondozzák az orchideát, akkor annyit lehet, hogy egy pici vizet hagyhatunk alatta, így a cserébe, akkor az visszapárolog neki. Ha mondjuk 2 hétig víz nélkül van, nem lesz semmi baj az orchideának, mert egy túlélőről, egy élősködőről beszélünk ez esetben. Hallgatóinktól kaptunk olyan kérdéseket, hogy mit csináljanak az orchideával, amikor már a virágot, a levelet is elhullatta, és marad egy ilyen szár vagy két szár. Meg lehet menteni még ezeket a virágokat, vagy most már ezek is ilyen egyhasználhatóak? Általában hasznos tanácsokat adunk, és olyan tanácsokat, ami fontos, ezt nem tapasztaljuk más területekről, főleg virágboltokból nem. Nekünk is az eladása fontos, de ne pótolja, hanem gyarapítsa. Tehát minél több legyen otthon. Ha mondjuk elvirágzott, akkor vagy visszavágjuk, akkor egy hosszabb pihenési folyamata lesz, de meghálálja, hiszen nagyobb virágokat, több virágot fog hozni. Hogyha viszont hagyjuk ezt a szárt, és nem szárad el magától, akkor az a szár még képes virágozni. Nyilván egy picit kevesebb virágot hoz, vagy még ez sem általános, hogy kevesebbet, hanem inkább kisebb lesz a virágfej. Tehát bárhogy meghálálja, hogyha egy picit foglalkozunk vele. És hogyha felcsupaszodik, akkor is ez a megoldás, hogy visszavágjuk? Igen, igen, akkor is ez. Akkor picit hosszabb ideig pihen, de hogyha a megfelelő tápanyagot megkapja, a megfelelő fényt, tehát ez a legfontosabb, hogy újra tudjuk virágoztatni az orchideákat. A székelyudvarhelyiek, a környékbeliek mennyire érdeklődnek az orchideák iránt? Korábbi években az volt a tapasztalat, hogy nagyon szeretik, keresik a különleges fajokat, a különleges színeket. Most is hoztunk olyat, lepkeorchideában nem gyakori az illatos, hoztunk például illatosat, hoztunk kerti hagymás orchideát, hoztuk a kambriaféléket, azt kicsit nehezebben tudják virágoztatni az emberek, tartanak tőle, de ha megkérdezik, hogy hogyan kell, adunk tanácsot, picit macerásabb a virágoztatása, de ugyanúgy lehet. Hazai kertészekkel van kapcsolatuk? Vagy üzlethálózatokkal? Így, hogy 3 éve ide járunk Székelyudvarhelyre, kialakult egy olyan nagyker kapcsolat, hogy szállítunk ide, átvesznek tőlünk növényt, tehát ez már azért egy jó bevált gyakorlat.
Az elmúlt közel 4 percben a szigetszentmiklósi Kovács Marian orhídea forgalmazóval készült interjúnkat sugároztuk. Most Madaras Gábor énekel. Mikor hozzád jártam, babám mindig álmos voltál. Szóltam hozzád, de csak mindig haragudtál. Már ezután kialudhatod magadat, nem ölelem által a vékony karcsú dörömbart. Már ezután kialudhatod magadat, nem ölelem által a vékony karcsú dörömbart. Kilince madárnak, jaj, de szép fényes attól. Nem megyek én már el a lakodalomnak, mit ér nékem se az olyan lakodalom. Csuhaj, aki be a régi babám a mennyasszony, mit ér nékem se az olyan lakodalom. Csuhaj, aki be a régi babám a mennyasszony. Sikertörténetek. Márton József vagyok, a Lövétei Kertészetnek az ügyvezetője. Mióta létezik ez a kertészet? 2007 óta pontosan. Miért dísznövényekben gondolkodtak 2007-ben? Az az igazság, hogy mi külföldön azelőtt közel 15 évig ugyanezzel foglalkoztunk, tehát nem csak ebben gondolkodtunk, hanem a régi hagyományt folytattunk, úgymond. Mert azelőtt is itthon foglalkoztak ilyenne, vagy a magyarországi munka folytatása ez a kertészet? Gyakorlatilag a magyarországi munka folytatása, tehát gyakorlatilag 18 éves korom óta, most vagyok 38, tehát 20 éve ezzel foglalkozom, ott kezdtük, ott csöppentünk bele mi ebbe a szakmába, kitanultuk, és itthon szerettük volna érvényesíteni a kint elsajátított tudást. Csak a dísznövények szaporításával foglalkoznak, vagy kerttervezéssel is? Természetesen kerttervezéssel is. Milyen növények találhatók önöknél? Igyekszünk a dísznövény palettát, amennyire tudjuk átfedni. Csík és udvarai között, Lövétén, a Szeltersz völgyében van a telephelyünk. Egy kicsit hátrányos a növénytermesztés szempontjából, eléggé hideg zóna, de ez megfelelő, ide illeszkedő dísznövényeket szaporítunk. Gyakorlatilag a kis virágok, az évelőktől, törpecserjéket, talajtakaró, mindenféle bokrokat, nagyobb lombos fákat, örökzöld, ilyen tűlevelű fajták közül, meg egész a pici törpe tujaféléktől egész a magasabb vagy sövénynek alkalmas tujafélékig szaporítunk, saját magunk, nevelünk egész kisiskolás korukig, hogy így nevezzük, ilyen 30-40 centis korukig, egész 2-3 méteres példányokat is sikerült most már 2007 óta itt a helyszínen nevelnünk és forgalmaznunk, értékesítenünk. Hányan dolgoznak a kertészetnél? Vagy csak a család még egyelőre? A közvetlen család, tehát a feleségem van, aki gyakorlatilag az adminisztrációs munkába besegít. 8-an dolgoznak a cégnél gyakorlatilag folyamatosan. Szezon munkába ez kiegészül közel meg ugyanennyi fővel, elég sokan vagyunk. Szeretjük a szépet? Terveztetünk kertet? Vásárolunk dísznövényt? Igen. Azt mondanám, hogy nálunk is, tehát Romániában évről évre most már egyre nagyobb az igény. Sokan járnak külföldre, látnak szépet, ugyanezt szeretnék itthon. Gyakorlatilag most már az utóbbi 5 évben egyre sűrűbb a tervezésre való igény. Most már egy kolléganő bedolgozik nekünk, a cégen kívül is alvállalkozóként a kerttervezésbe. Igényesek az emberek, most már hála Istennek oda is figyelnek, hogy ne csak szépet, hanem tartósat is.
A még nyitottabbak úgymond a fenntarthatóságra is figyelnek, ajánljuk is mi ezt nekik. Azt mondanám szinte, hogy a dísznövény palettánk most már közel vetekszik a nyugatiakkal, arról nem beszélve, hogy amit mi nem tudunk megtermeszteni, azt külföldről beszerezzük. Ez gyakorlatilag az egész termékpalettánk olyan 20-25%-a, tehát gyakorlatilag minden igényt ki tudunk elégíteni. Öntözőrendszereket, dísztavakat, nagyon igényes terméskőbeépítések, támfalakat, kerti pavilonokat, mindent. Sikertörténetünkben Márton József lövétei dísznövénytermesztőt és vállalkozását ismerhették meg. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlata. Ma Tarbai Ede Hári János című könyvét ismertetjük. Hol volt, hol nem volt idő bevezeti ifjú olvasóit az íróköltő Tarbai Ede, aki a szekszárdi Hári Jánosnak Garai János által egykor versbeszedett történetét eleveníti föl. A kalandokban bővelkedő, olykor nagyot mondó Hári története egyszerre elevenedik meg a könyv lapjain szövegben és képben, a CD melléklet jóvoltából pedig a jól ismert dallamokban is. A sorozat eddig megjelent kötetei a Diótörő és a Hattyúk tava. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol a júniusi könyvbarát kedvezmény keretében 10%-os kedvezménnyel kínálják a Holnap kiadó könyveit. A Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit pedig 10 és 25%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg. Mezei Erzsébet énekelt. Most viszont nyereményjátékunk következik. Ma az április 26-án, május 3-án, 10-én, 17-én és 24-én feltett kérdéseinkre helyesen válaszok között sorsolunk. Aki mind az 5 kérdésre helyes választ adott, neve 5-ször került be a kalapba. Kezdjük a kérdésekkel és a helyes válaszokkal. Április 26-i kérdésünk az volt, hogy hány fejőstein tejét dolgozza fel a Farcádi Sándor győző. A helyes válasz 6 fejös tehénét. 16 hallgató küldött megfejtést, egy játékos hibás választ adott. Május 3-i kérdésünk az volt, hogy hány éve szaporítják az őshonos gyümölcsfa csemetéket a sepsiszentkirályi Adóriáni Balázsék. A helyes válasz 3 éve. 24 hallgató küldött megfejtést, 3 játékos hibás választ adott. Május 10-i kérdésünk, hány kiállító volt idén a székelyudvarhelyi dísznövény és kertészeti kiállításon? A helyes válasz 15 kiállító. 19 hallgató küldött megfejtést, egy játékos hibás választ adott. A május 17-i kérdésünk az volt, hogy mikor alakult meg az Európai Élelmiszerlánc Parlament? A helyes válasz 2007 őszén. 17 hallgató küldött megfejtést, 2 játékos itt is hibás választ adott. Május 24-én azt kérdeztük, mivel foglalkozik a rugonfalvi Vári Zsuzsa, a helyes válasz gyógynövénygyűjtéssel. 10 hallgató küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Összesen tehát 79 helyes választ kaptunk, akkor nézzük, kiknek kedvez ma a szerencse. A Kobak könyvkereskedés egy-egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Nézzük, hogy kik nyerik meg.
Gálik Zsuzsanna Marosvásárhelyről, Kovács Árpád Szovátáról, Nagy Lehel Maroslúdasról, Gergely Veronika Marosvásárhelyről és Szilágyi Enikő Marosvásárhelyről. A keleti könyvudvar egy-egy könyvet ajánlott fel, nézzük, hogy kik olvashatják. Varga Nagy Judit Székelykeresztúrról, Simó Zsófia Marosvásárhelyről, Pirampel Gyula Sepsiszentgyörgyről, Jónás Ágot a Székelyudvarhelyről, és Nagy Ilona marosvásárhelyi hallgatónk. A Pálász Akadémia könyvkiadó Marosi Ildikó Emlékpróba címkönyvét ajánlotta fel, akik elvihetik Erdélyi Csilla Marosvásárhelyről, Gergely Veronika szintén Marosvásárhelyről, Varga Nagy Judit Székelykeresztúrról, Éltes Éva Csíkszeredából, és Bakó Anna Mária Marosvásárhelyről. A Kükölökeményfalvi Joli meg szósz és mustárgyár viszont egy-egy termékcsomagot ajánlott fel. Nézzük, hogy kik fogyaszthatják. Kis Ildikó Sepsiszentgyörgyről, Nagy Éva Marosvásárhelyről, Éltes Éva Csíkszeredából, Kerekes Levente Marosvásárhelyről, és Benedek Anikó Csíkszeredából. A nyerteseknek gratulálunk, legközelebb június 28-án lesz sorsolás, addig figyeljék a műsorainkban elhangzó kérdéseket, és küldjék el nekünk június 24-éig a helyes válaszokat e-mailben és levélben. Mai kérdésünk, mióta üzemelteti a kertészetét a Lövétei Márton József? Megismételem a kérdést, mióta üzemelteti a kertészetét a Lövétei Márton József? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Akik e-mailt küldenek, a válaszokat ne a tárgyhoz írják, mert legtöbb esetben nem jelenik meg a teljes beírás. Ez érvényes a posta címre is. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Táncok, édes rózsám, mutassuk meg ennek a nagy világnak. Adjon csókot minden kislány, annak, aki kiválasztott magának. Én is szépen megmosdirálom, igen, ki legyen a csókos párom. Mert ha egyszer házasod még, tudjam azt, hogy mit mondjak az anyjának. Én is szépen megmosdirálom, igen, ki legyen a csókos párom. Mert ha egyszer házasod még, tudjam azt, hogy mit mondjak az anyjának. Járt a táncon, édes rózsám, sose törődj az valamit beszélnek. És ha most is rám hallgatnak, eleresztett füled mellett a szélnek. Boldogságot úgy sem adnak, mert az egyedül csak tőlem adhatsz. Úgy menj mással, táncba rózsám, hogy abból még a lépés is születhet. Boldogságot úgy sem adnak, mert az egyedül csak tőlem adhatsz. Hát úgy menj mással.
boly tanszka rózsám, ugyan polvig polit is születtem. Bolgosságot úgy sem adnak, mert az egyedül csak ő nem jutott, hadd hát úgy menj mással tanszka rózsám, ugyan polvig polit is születtem. Boldogságot úgy sem adnak, mert az egyedül csak ő nem kaphatsz, hát úgy menj mással, táncba rózsám, hogy abból még valit is születhet. Tolnai András és Gránát Zsuzsa énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Szilveszter Mihály siklódi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrár Gazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bodosról hallhatnak, perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék Együttes nagymohai táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra! Thank you.
Thank you.